Ebben az irodában a jövőben bárki kérhet életmód és táplálkozási tanácsot, aki megszabadulna a plusz kilóktól, vagy szeretne egészségesebb életmódra váltani, de nem tudja, hol is kezdje. A Balassa János Kórház újonnan megnyitott egészségfejlesztési irodájában a szakemberek a hamarosan induló programokról egyeztetnek éppen. Az elhízás nem csupán esztétikai probléma, mondja Fehér Balázs András dietetikus. Magyarország világon a negyedik legelhízottabb társadalom. És további riasztó adat, hogy ez Európát nézve világ első. Még inkább riasztó tényező, hogy a gyermekkori elhízás az elrugaszkodott mértéket mutat, és a mi feladatunk, mint egészségfejlesztési iroda, hogy már akkor közbelépjünk, az elhízás előtt, a betegség megjelenése előtt közbelépjünk. Csak nem megduplázódott az elhízott gyermekek száma az elmúlt 20 évben hazánkban. Ennek leggyakoribb oka helytelen korai táplálás, derül ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége jelentéséből. A felnőttek naponta legalább 5 órát töltenek ülőhelyzetben, annak ellenére, hogy a mozgásszegény életmód számos krónikus betegség kialakulásához vezet. Ezt már Szívos Árpád, a központi gyógytornász szolgálat vezetője mondja. Hozzáteszi, a nagy súlyfelesleggel küzdőknél valószínűleg járulékos problémák is felléptek már, ezért sem ajánlott mindjárt a nagyon intenzív mozgással kezdeni. Egy laza séta egy héten háromszor már nagyon hasznos tud lenni, illetve a helyes táplálkozásra, hogyha figyel, akkor el is fog indulni a súlye lefelé. És adott súly alatt már el fogunk tudni velük kezdeni olyan mozgásokat is, ami már célzottan fogyasztó jellegű. A túlsúly összefüggésben áll a szív- és érrendszeri betegségek, mint például a magas vérnyomás, a szívinfarktus és a sztrók, a kettes típusú cukorbetegség, számos daganatos betegség és ízületi kórkép kialakulásával, de okozhat alvási apnoét és légzés problémákat, epekövességet és depressziót is. Már napi 100 kilokalória feleslegesen bevitt tápanyag évi 5 kg súlynövekedést jelenthet.